Engedjétek meg, hogy nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntsek mindenkit klubunk fennállásának 15. évfordulója alkalmából. Mindenekelőtt nagyon nagy szeretettel köszöntöm Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármesterasszonyt. Feldman nekünk csak Lacit, képviselőnket, ő a mi gyerekünk. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm a Kakucsi Halványi Őszi Rózsa Nyugdíjas Klub jelenlévő tagjait. Rajtuk keresztül meg átadják mikrofonunkat a többieknek. Sajnos látjátok, ennyi helyünk van. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm a Gyóni Géza Nyugdíjas Klub szintén jelenlévő tagjait. A Városi Nyugdíjas Klub jelenlévő tagjait. És a Szépkorúak Egyesületének jelenlévő tagjait is nagyon sok szeretettel köszöntöm. És hát nem utolsó sorban saját magunkat, nyilvánvalóan. Csak nagyon röviden elmondanám most első körben Galambos Dorina és Galambos Edina? Diana. Bocsánat. Fog nekünk verset mondani, utána a Citara zenekar fog rövid műsort adni. Amikor ennek vége van, akkor megkérek mindenkit, vegye fel a kabátját, mert át fogunk sétálni a civil közösségi ház falán. Van a névadónk, Bátki János igazgató bácsinak a emléktáblája. Ezt fogjuk megkoszorúzni, ott is egy rövid kis műsor lesz. Utána visszajövünk, mindenki helyet foglal, és akkor a hivatalosan szeretnélek köszönteni benneteket. Utána pedig vacsora és tánc kifulladásig. Egyelőre ez a program. Emlegrand az idősek tisztelete. Amíg fiatal vagy, sosem gondolsz arra, hogy eljön az ősz is, s elszállnak a darvak. Amíg fiatal vagy, nincsen sosem gondod, nem érdekel semmi, csak a saját dolgod. Pedig gondolnod kell azon sok emberre, akik annyit tettek, s jártak a kedvedbe. Legalább e napon jussanak eszedbe, legyél hálás nekik, s ne legyenek feledve. Szüleid, akik az életedet adták, nagymamák, nagypapák, ne legyenek árvák. Tanítóid, kiktől csak a jót tanultad, gondolj szeretettel, tiszteleted róljad. Törődjél és szeress, mindenki azt mondja, hogy amennyit most adsz, annyit kapsz majd vissza. Várnai Zseni, úgy tégy, mintha örökig élnél. Úgy tégy, mintha örökig élnél, úgy folytasd minden dolgodat, mintha már semmitől se félnél. Az elmúlás se riogat, mert nem lehet fölérni ésszel, hogy jön a perc, s mindben bevégzel. Megszűnsz létezni, nem leszel, mintha sose lettél volna, s ez lenne minden élünk sorsa. Ne gondolj erre, nem szabad, csak folytasd minden dolgodat, úgy tégy, mintha örökig élnél. Hinned is kell, hogy így igaz, megérik majd munkád gyümölcse, kertedből kipusztul a gaz, teremtő zápor hull a földre, jogod van fényre és örömre. A mi megalakulásunk azért eléggé viharos volt annak idején. Úgy is indultunk, hogy úgy se lesz belőlük semmi. Aztán úgy gondolom, hogy a 15 évvel rácáfoltunk rendesen arra, hogy még mindig vagyunk, lelkesek vagyunk még mindig működik a tornacsapatunk, ami most már 16 éves, és a tánccsoportunk is még mindig működik, ami 13, most már 14. éves, úgyhogy én úgy gondolom, hogy minden ellenszél ellenére bebizonyítottuk, hogy jól működünk. Hány fővel alakultak annak idején, és most hányan járnak a nyugdíjas klubba? Annak idején 63-an alakultunk meg, és ma is 54-en vagyunk még. Hát ez nagyon szép szám ahhoz képest, hogy itt Dabasszőlő lélekszáma azért nem olyan nagy, mint egy város. Igen, és úgy gondolom, hogy arányát tekintve azért azt
a rendezvényeken is látjuk mi is, mások is el is mondják, hogy a lakosság számhoz viszonyítva a részvétel az dabasi szőlőből, kvázi a nyugdíjas klubból mindig arányában lényegesen többen vagyunk, mint a város bármelyik részéből. Ön mióta áll a nyugdíjas klub élén? Hát első perctől kezdve. Gondolom azért ez elég sok munkával is jár. Hát elég sok, hát nem tudom. Van, amikor könnyedén veszi az ember a sok munkát is, van, amikor a kis munka is nagyon soknak tűnik, de én úgy gondolom, amíg az ember szívesen csinál valamit, addig nem olyan rettentően nehéz. Úgy látom, hogy itt hölgyek és urak is vannak szép számmal, tehát nem az a jellemző, csak a nénik járnak. Itt a környékbeli klubok közül szerintem mi ebbe is vezetünk, hogy van olyan klub, ahol csak egy-két férfi van. Nálunk azért az 54-ből 18 fiú van. Úgyhogy azért nálunk elég jó az ivararány.
kezdet-kezdetén 15 évvel ezelőtt én még középiskolásként szerepeltem az egyik nyári rendezvényükön, egy ilyen augusztus 20-ai falunapon, amit a futballpályán szerveztek. Sőt, már sokkal korábban is a nyugdíjasok programja mindig vagy szavaltam, vagy énekeltem gyerekként. De hát a kapcsolat az, mivel itt nőttem föl mindannyiukkal, minden egyes nyugdíjas klubtaggal szinte gyerekkoromtól kezdve megvan. Vannak itt nagyon sokan, akik rokonaink, utcabeliek, ismerősök, családi jó ismerősök. Úgyhogy ez a kapcsolat, ez több évtizedes már. Miért fontos a városnak, hogy folyamatosan támogassa ezeket a civil szerveződéseket, például a nyugdíjas klubokat? Én azt gondolom, hogy ezek a civil közösségek, ezek a városnak a szövetében ilyen erős köteléket képeznek. Nem csak most, vagy nem csak korábban, amikor a közösségek évét hirdettük meg, hanem minden egyes évben benne van az, hogy mennyire fontosnak tartjuk minden egyes év üzenetében ezeket a kis közösségeket. Ahogy a társadalmunk legkisebb egysége a család, a férfi és nő szeretet kapcsolatából kialakuló, gyerekekkel teljessé váló családi kötelék, ugyanúgy ezek a kis közösségek is nagyon fontosak a helyi társadalom életében. Olyan motorjai, olyan mozgató rugói, akik ötletekkel, javaslatokkal, vitalitással, programmal hozzájárulnak a teljes helyi társadalomnak a teljesebbé válásához. És nem is kis közösségről beszélünk, hiszen Ilikértől megtudtuk, hogy 50 fölötti a létszám. Igen, a kezdete óta az egyik legszebb, legnagyobb létszámú nyugdíjas klub, a Dabasi Szőlősi. Ez valószínű annak is köszönhető, hogy a település rész lakossága viszonylag kicsike, tehát szinte mindenki ismer mindenkit. Annak idején, amikor a nyugdíjas klub megalakult, még inkább így volt, azóta azért nagyon sok mindenki elment a nyugdíjas klubból, de sok olyan embert befogadtak maguk közé, akik időközben költöztek ide a Dabasi Szőlőbe. Tehát ez egy ilyen befogadó, szeretetteljes közösség, igyekeznek segíteni egymásnak, és a hétköznapi életben, ami megnyilvánul, az ezeknek a közösségeknek az életében is nagyon fontos, hiszen ezek a hétköznapi szeretett kapcsolatok teszik teljesebbé és erősebbé a nyugdíjas klub közösségét is. Egy kisebb egészségügyi séta után a vendégek megérkeztek Bátki János igazgató úr emléktáblájához, ahol szintén műsorral készültek a szervezők. Szabó Lőrinc, köszöntő. Érzés, tudás, tiszta méze gyűlt a szívbe, gyűlt az észbe. Betűk hordták, ők a mi lelkünk aranyméhei. Zümzüm, rétet, virágot, bejárták a nagy világot, s ma mint hála, mint kiáltás, csordul szívünkből az áldás, éljen, tanító bácsi. Csupa napfény az út, s mire 8 óra múlt, a mi osztályunk már együtt ül, és a jó tanító derűs jó reggelt mond, szíve gyöngéde ránk tekint. Fog is rajtunk a szó, vele dolgozni jó, tudjuk ő mutat nekünk irányt,
Látjuk tisztán a célt, együtt, mindenkiért, s híven szolgáljuk majd szép hazánk. S ha az évek során, közös munkánk után egyre széledünk, mi szerte szét, szívünk őrzi tovább a legdrágább barát, drága tanítónk tekintetét. Először is köszönjük szépen a Bátki János Nyugdíjas Klubnak, hogy meghívtak bennünket erre a szép napra, fennállásuknak 15. évfordulójára. Gratulálunk nekik a Gyóni Géza Nyugdíjas Klub nevébe, és kívánom, hogy a jó Isten adjon nekik még nagyon sok erőt, egészséget, örömet és szeretetet, úgy, mint eddig a 15 év alatt. Táncoljatok sokat, tornászatok sokat, hiszen ez az egészségnek az egyik fenntartója. Ez a 15 év nagyon gyorsan eltelt. Nem tudom, hogy a tagok közül ki emlékszik arra, amikor 15 évvel ezelőtt, ezekben a napokban pontosan nem tudom napra készen, a Budapesti Lángművelődési Házban voltunk egy rendezvényen, egy zenés rendezvényen, a Dabasi Szöllősi nyugdíjasokkal, és ott már vajúdott ez a születés, és ott tudtuk meg, hogy megalakult ez a csoport, és tehát ennek pontosan 15 éve, erre azért is emlékszem pontosan, hadd mondjak egy személyes dolgot is, mi akkor volt Árpival az első bálunk együtt 15 éve, és ez egybeesik. Köszönjük szépen, de hát nem erről szól, nem ez a mondani valunk, hanem szeretnénk köszönteni a csoportot. Először is Pusztainé Margó, ő új tagunk, de nagyon-nagyon gyorsan beilleszkedett a Gyóni Géza Nyugdíjas Klubba. Aktívan részt vesz mindenbe, és most egy verssel köszönti a tagokat. Köszönjük. Fogadják szeretettel. Eszte Hemingway, napindító. Soha ne légy szomorú, ha valóság túl rideg, s ne keseredj el, ha nem találod helyed. A valós élet olyan, mint a csörgedező patak, előfordul néha, hogy nehezebben halad. Ha nem találod céljaidat, ne gyötörd magad. Idővel majd alakul, mi a percben csak gondolat.
Kérdezhetnéd, miért élünk? De senki nincs, ki válaszol. Minden napunk küzdelem, mert mind halálig megmarad. Ha csalódott vagy, úgy érzed, hogy minden hullám összecsap. Gondolj bele, mennyi ember vállalná sorsodat. Mindig csak a jóra figyelj, s a hibáidat elfeledd. Ha önmagadat elfogadod, könnyebb lesz az életed. Ha nem látod a fényt, a napot, nyisd ki jobban a szemed. Gondjaid közt tartogat még csodákat az életed. Mindig csak a mának éj, s az örök szabályt ne feledd. A holnap mindig tiszta, mivel még nem szennyezte semmit. Köszönöm szépen. Bent az ég vigassággal, dicséretekkel ragyog ez nap sugárival, tiszta fényekkel. A csillagok derülnek, ó, de messze kerülnek minden emberre körülnek, majd engedeznek dicsőséges Szent Mihály is veszi hátfáját. Édes deden veregeti kedves nótáját. Azt kívánjuk szívesen, hogy az Isten éltessen, testi lelki áldásokkal szerencséltessen. Azt kívánjuk szívesen, hogy az Isten éltessen, testi lelki áldásokkal szerencséltessen. Ez nem lúg.
Bátki János Nyugdíjas Klub legidősebb tagjával beszélgetünk, Heffler Istvánné Vilma néni. Mióta tetszik ide járni a Nyugdíjas Klubba? Mióta megnyílt. Tetszik emlékezni annak idején, hogy ez honnan jött az ötlet, hogy kellene egy nyugdíjas klub? Hát, hogy a társaság összejöjjön. Volt azelőtt is, csak a másik megszakadt, és akkor jöttünk ide. Meg szabad kérdezni, hogy hány éves tetszik lenni? 87-et már betöltöttem, 8. vagyok. 87. Gratulálunk, és jó egészséget kívánok hozzá. Az kellene. Minden programra el szokott menni Vilma néni? El. You know.